Visszavonhatatlan a pártszakadás, kirúgták Duró Dórát a Jobbik frakcióból. Origo cikke. Csatlakozni kívánt Toroczkai László platformjához a Jobbik parlamenti képviselői közül egyedül, ez pedig nem maradhatott következmények nélkül a súlyos belső harcokkal terhelt párton belül. A Jobbik párt médiája, az Alfa hír írt arról, hogy ma kirúgták Durót a frakcióból, ő lett a hatalmi harcok következő áldozata. Duró Toroczkai elnök helyettes jelöltje volt a Jobbik május 12-i tisztújításán, ám az elnöki címért folyó küzdelmet gyanús körülmények között elveszítette Schneider Tamással szemben az ásotthalmi polgármester. Maga Toroczkai is beszélt arról, hogy nem voltak egyenlőek a feltételek. Ezt követően jelentette be, hogy mi magunk néven platformot alapítana a Jobbikon belül, a pártvezetés szerint viszont ez alapszabályba ütközik, így fegyelmi eljárást kezdeményeztek Toroczkaival szemben. Most, úgy tűnik, Duró Dórával kezdik vagy folytatják a leszámolási hullámot. Mirkóczki Ádám, a Jobbik szóvivője a Jobbik propaganda híradójának, az Alfa hírnek úgy fogalmazott, hogy bizalmi válság alakult ki. Duróval szemben ezért döntöttek a frakcióból történő kizárás mellett. A mandátumának sorsáról a párt elnöksége jogosul dönteni. A Jobbik alapszabálya szerint, ha az elnökség kétharmada úgy dönt, felszólíthatják mandátumának visszaadására. Arról, hogy hogyan üldözik a Jobbikon belül Toroczkai embereit, itt írtunk, az már korábban egyértelművé vált, hogy Schneiderék nem tűrnek majd meg semmilyen belső ellenzéket a Jobbikon belül.